Átadták a gyulai Szentháromság temető felújított katonai parcelláját és emlékhelyét. Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a június 28-án tartott ünnepségen hangsúlyozta, az első világháború vége után 100 évvel mindannyiunk kötelessége az akkori hősök előtt fejet hajtani, végső nyughelyeiket méltó állapotban tartani, emléküket tisztelettel és kegyelettel ápolni. A hazaszeretet kialakításában nagyon fontosnak tartom a honvédelmi nevelést, a honvéd hagyományok ápolását, a katonahősök emlékének méltó és kegyeletteljes tiszteletét, nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-hazában egyaránt. Az államtitkár beszéde végén köszönetet mondott az egyházmegye elöljárójának, Gyula városvezetésének, munkatársainak és a gyulai román kisebbségi önkormányzatnak, amely képviselői is részt vettek az ünnepségen. Az ünnepséget vízsortűz zárta.